Isten üzenete. 2014. november 10. Kedvesek, itt vagyok, hogy támogassalak benneteket azon időszakban, mikor minden változik és ahol meg vagytok kérve, hogy engedjetek el mindent, és hogy bízzatok abban a folyamatban, amit magatokban találtok. Ez a folyamat a létezés útja, ami lehetővé teszi a frekvenciában a hatalmas változásokat mind a testben, mind a bolygón, mert az evolúció jelenleg is folyamatban van. A fajok evolúciója, ami szorosan a realitáshoz volt ködve, ami megtanította nektek, hogy ez a világ az igazság. Az előbb nevezett realitás feloldódik, hogy lehetővé tegye az emberi fa igazságba való felébredését. Amint a folyamat kibontakozik, mindkét frekvenciában úgy érezhetitek, lelketek azt sugalja, hogy engedjetek el mindent és csak éljetek. A lélek börtönben van, Ahonnan tapasztaltátok az életet ezen a bolygón most felkészít benneteket arra, hogy minden csak van, és hogy igazságban vagytok. A következő kódokat helyezem el az energiamezőtökbe, hogy segítsen enyhíteni azt, ami másnak tűnik, mert a béke a lélek mögött van igazságból építve. Magenta, ezüst, platinum, alumínium, arany, sárga, égetett narancs, 332211 Elhelyezem a szív legmagasabb pontjába az 528 MHz-es frekvenciát, és erre ráhelyezem Szolomon pecsétjét. Teljes mértékben legyetek összhangban azzal az energiával, akik vagytok az igazságban, és engedjétek, hogy minden energia áramoljon. Azon energiák, amelyeknek meg kell szűnniük, azok nem azok, amiknek gondoltátok őket. Azok a börtönötök rácsai, és most eltűnnek. Mert emberi formátokkal a szabadságba sétáltok, ami születési jogotok az igazságban. A szabadságnak nincs célja, csak a létezés. A szabadság azon vilincseken túl van, ami rátok lett húzva és én itt vagyok, hogy szeretetet öntsek, amíg ti vagytok. Engedjétek a szeretetet áramolni és engedjétek el azt az életet, amit már sokszor leéltetek az örökké valóságban. Én Isten vagyok, és én ti vagyok az igazságban.